Alábecsülte az új koronavírus járványt a brazil elnök. Jair Bolsonaro korábbi nyilatkozataival ellentétben Brazíliában van a legtöbb regisztrált eset. Több mint 4000-en haltak meg, 58 000-en megfertőzöttek. Szakértők szerint a valós adatok 15-ször nagyobbak lehetnek. Egy brazil férfi, Luigi Paolo anyósát veszítette el, és aggódik többi családtagja miatt is. Azt mondja, hogy esélyük sincs, hogy megfelelő egészségügyi ellátást kapjanak. A helyi kórházban nincs felszerelés, anyósát viszont nem szállították jobban felszerelt kórházba. Brazíliához hasonlóan Ecuadorban is eszközhiánnyal küzdenek az orvosok és az ápolók. A holtesteket hűtőkamionokban tárolják, és buldózerekkel ásnak tömegsírokat. A járvány tovább erősödik. Guayaquil kórházából egy ápoló a kirúgástól félve nyilatkozta az AFP-nek, hogy olyan sok a halott, hogy a mosdókban helyezik el a testeket. Ilyen szörnyű helyzetet még nem élt át. Neve elhallgatásával nyilatkozta az egészségügyi dolgozó, hogy a halottas ház kapacitása nem bírja a járvány tempóját, ezért kell az áldozatok testeit a kórház mosdóiban tárolni. Kuba miközben maga is küzd a járvánnyal, már 23 országba küldött egészségügyi tímet, 1200 főt. Most Dél-Afrikába indult 217 fős csapat, orvosok és ápolók.